Egy futó rendezvényen vagyunk, ahol két nagyon-nagyon-nagyon nagy futó ajkáról kérdezek tőlük pár dolgot. Feri bácsi és az egyik szervező lesz az, Alfonz, aki itt ezt az ajkai futást megszervezi, Mikulás futást, mert többedik alkalom, hányadik alkalom ez? Már a negyedik, talán ötödik éve csináljuk. És egyre többen vannak itt ajkán? Hála Istennek, igen. Szeretjük, hogy jönnek. Én is szeretem, hogy itt vagytok velünk. Feri bácsit viszont megkérdezem, mert ő egy tízesre elmegy még ezután, 4-5 kilométert futottunk itt többet magunkkal. Feri bácsi, neked mióta van a futás, mint szenvedélyed? 14 éve futok, azóta rendszeresen, úgyhogy szép folyamatosan hoztam fel erre a szintre. 10 nagy maratonom van, körülbelül 50 fél maratonom, meg rengeteg egyéb mellékfutás, és imádom csinálni. 63 éves múltam. Feri bácsi, hogy tudjon elmenni, mert ő még fut egyet, és hogy ne izzadjon meg teljesen. Szép napot kívánok! Köszönöm szépen a riportot, nektek is szép napot, és megyünk futni egy tízest még. Szevasztok! Feri bácsit elengedtük, Alfonz van itt a szervezőktől, és Ildikó van még itt valahol. Ildikó, te is mondjál pár szót, ők szerveznek, ők együtt futnak itt Tajkán, és nagyon nagy a sportélede részesei. Milyen öröm ez így megszervezni, és hogy látni a szemekbe, hogy érdemes ezt a sportot egyáltalán folytatni, meg a szervezésben részt venni? Hát nagyon nagy öröm. Egyre többen vagyunk. Jön a könnyed? Igen, mindig elérzékenyülök, mikor futásról van szó. Imádni való emberek, én nagyon régóta ismerem őket. Mi a következő cél? Hát a következő az újévi futás lesz, amit újévnapján délelőtt 10 órakor rendezünk, most egy új pályával. Eddig a Sárcsikútra szoktunk kimenni, most egy másik pálya lesz, és egy kicsit könnyítünk, ugyanis az újévi futás mindig arról szól, hogy ahányadik évet írjuk, annyi kilométert futunk, vagyis jövőre 18 kilométert kellene futni, meg is futjuk, de most lesz benne egy kis csavar, ami azt jelenti, hogy ha hozol magaddal egy embert, akkor kettőtöknek kell lefutni a 18 kilométert, vagyis csak 9 jut egy emberre. Szuper, Alfonz, te leszel a második ember ebbe a családban? Igen, azt hiszem. De sérülés miatt nem tudok lefutni, de egyébként én is aktívan futnám a hosszú távot. Mikulás futás évek óta van. Ki találta ki? Ki ennek a... mi inspirált? Hát én vagyok a kitalálója, igen. Szeretem a gyerekeket nagyon bevonni a futásba, amennyire csak lehet, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a pici gyerekekkel is megszerettessük azt, hogy mozognak az emberek, futnak, és akár egy Mikulás is futhat, és közben szaloncukrot kapok. Jaj, lehet, hogy jövőre én is elindulok. Mert ez úgy történik, hogy a városba futtunk, és adunk ajándékot valakiknek? Igen. Hála Istennek az Eurofamily támogat bennünket most már második éve, és őktőlük kaptunk egy karton szaloncukrot, amit itt a városba a gyerekeknek és a járókelőknek szétosztogatunk. Tehát ez egy alulról szervezett dolog, ami országos szinten szinte nincs is meg ebbe a formába? A formában nincs, ezt mi találtuk ki. Mekkora ez a táv, amivel indul ez a, vagy mindig ez volt ez a táv, vagy ez változik? Hát változik útvonattól függően. Igazából 8 és 5 kilométer, ez az, ami belőhető. Attól függ, mennyi gyerek van, mert ha sok a kisebb gyerek, akkor inkább egy rövidebbet, hogy ők is végig tudják jönni. Milyen volt a mai mezőny? Rendkívüli volt. Nem számítottunk ennyire. Az előjelentkezések alapján felel létszám jelentkezett, mint ami a tényleges lett. Tehát sokan megláttak bennünk, úgyhogy itt voltak. Örülünk neki nagyon. Tehát 40-en voltak, és ez tulajdonképpen csak az interneten van hirdetve, vagy valami média, valami csatornán még van? Csak az interneten, meg az ajkai szó. Hát az ajkai szó csatornáján is, igen. Köszönjük szépen, hogy megcsináljátok nekünk ezt, és vannak ilyen lelkes amatőrök, ha lehet ezt mondani, akik profi megoldják ezeket a dolgokat. Köszönöm, hogy vagytok nekünk. Mi is köszönjük, hogy itt vagytok nekünk. Hát sziasztok!
És hol vannak a többiek? Ki volt jó? Én. Boldog névnapot neki! Ha így könnyű, hallod? Na nem áll! Boldog névnapot! És akkor a gyerekeket kérem ide! További díjazok! A legkisebbeket! A legkisebbeket! A gyerekek kupunkban gyerek! A legkisebbeket! Sorba! Következő gyerek! Gyere csak! Gyertek ide mögött! Nagyság sorrendben! Na, hát én 1.74 vagyok, hagyjad már te! Na! Ez meg a tűzülás, mindenki gyerek. Na, szóval mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy újra együtt futottunk. Délután banket a Banki Donát iskolába. Mindenkit szeretettel várunk, családostól is lehet jönni, minél többen leszünk.